17 esetben kellett valamilyen káresetnél beavatkozniuk a baranyai tűzoltóknak a hétvégén, mondja a katasztrófavédelem szóvivője. 6 tűzeset volt, az egyik emberéletet is követelt Újpetrén. Szobában egy ágymatrac gyulladt ki, a tűz átterjedt egy fotelre. Szóval igazából a tűzoltók kiérkezéséig ez a tűz ez elaludt, viszont a ház az füsttel telítődött. Egy személy tartózkodott a házban, és sajnálatosan elhunyt, nem tudott kimenekülni a házból. Több baleset is történt, a legsúlyosabb vasárnap Pécsen. A plázánál volt egy baleset, ott két személygépkocsi ütközött, mindkét autóban 3-3 személy utazott. Az egyik autóban utazók könnyebb sérüléseket szenvedtek, ők a mentők segítségével ki tudtak szállni, ellátták őket, viszont a másik autóban a 3 személy súlyos sérülést szenvedett, és be is szorultak a gépjárműbe. A kiérkező tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével tudták kiszabadítani őket. A Makai úton pedig egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött szintén vasárnap. A motoros utasa súlyos sérüléseket szenvedett, de a jármű vezetőjét is kórházba kellett szállítani. Az autóban ülők könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.